Sziasztok, én Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. A mai alkalommal ismételten öt könyvet hoztam nektek, amely az ősmagyarság életéhez kapcsolódik. Fogadjátok szeretettel! Kurultáj élménybeszámolós videó után, ahol már ajánlottam jó néhány könyvet a magyar őstörténethez, kaptam visszajelzést, hogy szeretnétek még, hogyha ebben a témában ajánlanék nektek könyveket. Ebben a videóban öt olyan könyvet szeretnék megmutatni nektek, amelyeket a különböző korosztályok számára ajánlok, akik a magyar őstörténettel ismerkednek, vagy pedig már elmélyültek annak tanulmányozásában. Kezdjük akkor a legifjabbakkal. Az általános iskolások számára László Gyula 50 rajz a honfoglalásról című képeskönyvét ajánlanám. Ebben a szerző saját rajzaival mutatja be a honfoglalók mindennapi életét, öltözetét, szokásait. Ez egy nagyon-nagyon részletes leírás, és nagyon nagy szeretettel ajánlom az ifjúságnak. Mi a bemutatóinkon, illetve a táborainkban nagyon-nagyon sokat használtuk ezt a kiadványt. Rettentően izgalmas, érthető és csodálatosan szép rajzokkal van tele. Ha jól emlékszem, de mindjárt nézem a kiadót, a Kairosz kiadó adta ki újra, nekünk még a régebbi verzió volt meg, most viszont ilyen gyönyörű új kiadásban ugyanaz a könyv megjelent. Én ajánlom mindenkinek szeretettel, de elsősorban azok számára, az általános iskolások számára, akik most ismerkednek a honfoglalás korával. A következő könyvet, szintén László Gyulától, az Árpád népét, ezt már inkább a középiskolás korosztály számára ajánlanám, illetve a felnőttek számára. Egy csodálatos, átfogó könyv a honfoglalás koráról, ember rengeteg régészeti leírás a talált leletekről, a temetkezési szokásokról, minden, ami Árpád népéhez köthető. Ez egy nagyon-nagyon átfogó tanulmány. Ugye László Gyuláról nem tudom, hogy hallottatok-e, ugye történész régész volt, és a kettős honfoglalás elméletéről annyit szeretnék csak elmondani, hogy az ő elmélete szerint a 600, időszámításunk szerinti 650-es években már egy avar törzs uralta a Kárpát-medencét, így amikor 896-ban Árpádék bejöttek, sokkal, de sokkal könnyebben megtalálták a hangot a helybeli őslakosokkal, mivel azok szintén rokon népeink voltak. Több oldalról támadták az ő elméletét, mégis úgy gondolom, hogy teljesen más alapokra helyezte a régészeti és történészeti gondolkodást az ős magyarsággal kapcsolatban. Ezt a könyvet is nagyon sok szeretettel ajánlom, de elsősorban azok számára, akik már egy kicsit beleszerettek a honfoglalás korába, és jóval többet szeretnének megtudni a korszakról, elődeink szokásairól és életmódjáról, természetesen szigorúan tudományos alapon. Három könyvvel készültem nektek, az egyik, ami szintén alapmű, Huszka Józsefnek a magyar tunáni ornamentika története. Ez egy csodálatos könyv, amelynek az előszavát fölolvasnám nektek. Nagyméltóságú dr. Klebersberg Kuno gróf, magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak, a magyar kultúra fáradhatatlan őrének tisztelettel ajánlja a szerző. Budapest 1929. karácsony napján. Az 1929-es kiadásnak több kiadása jelent meg azóta, úgy emlékszem, ez 2005-ben ilyen puha borítóval jelent már meg. Ami nagyon-nagyon fontos és összefoglaló, hogy a különböző jelképeket, amelyek a turáni ornamentikához tartoznak, ezeket leletek szerint, felhasználás szerint, illetve előfordulás szerint rangsorolja. Ez egy csodálatos rajzos anyag, amelyeket mi, akik kézműves
tarsolyokat, illetve bőrtárgyakat, vagy nemesztárgyakat készítünk, gyakran használunk fel belőle részleteket. Én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlanám a mostani rajzszarályoknak is akár, hogyha turáni ornamentikáról tanítanának egy kicsit a fiatalságnak, akkor mutassák be ezt a könyvet, mert rengeteg csodálatos szimbólumunk van, amiről nem is tudjuk, hogy egészen mélyen gyökerezik a magyar kultúrában. Ez egy apró kis fekete-fehér könyv, változatlan utannyomással adták ki, már az előtte levő két kiadással ezelőtti verzió is hasonló volt. Nagyon-nagyon jó szakanyag, és rendkívül jól használható, és sokkal többet mond el egy-egy szimbólumnak a történetéről, mint amit más könyvekben ebben a témában megtalálunk. Következő könyv, ami egy kicsit ehhez kapcsolódik, de már a szórakoztató irányba mutat, és rettentően megörültem annak, hogy ilyen könyvet is kiadtak, és ez pedig Katona Júliának a Griffek kincse. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan színezőkönyv, amely a ősmagyar motívumokat és a régészeti leletekből előkerült tárgyainknak a mintakincseit felhasználva készítette csodálatos színezőkönyvet a szerző, ami szerintem önmagában is szuper, ami viszont nagyon tetszett, tehát hogy nem csak az elkészített, az ő általa megszerkesztett motivumokat látod, hanem a hátoldalon viszont megtalálod az eredetit, és leírja, hogy mely régészeti leleten található meg az eredeti, és le is van fotózva, hogy hogyan néz ki. Ez egy nagyon-nagyon csodás könyv, itt például a rakamazi turul, mindjárt mutatom. Ugye ez egy mákorong, ami előkerült, és ennek a kifestő része, de ugyanúgy az anarcsi életfa is megtalálható, és ezeknek a motivumoknak felhasználásával több ilyen színező készült. Szerintem rettentően kreatív, és ami számomra újdonság, hogy belemert nyúlni ezekbe a motivumokba is, felmerte használni egy ilyen mostani modern kiadványhoz. Szóval, hogyha a kezetekbe kerül, mindjárt nézem, hogy ki adta ki. Typotex elektronikus kiadó Kft. Szóval sok hasonló kiadvány kellene, hogy ezek a csodálatos motivumok nem merüljenek feledésbe, és igenis merjük őket felhasználni, mert ez a kultúránk része, és csodálatosan szép mindegyik. Sok szeretettel ajánlom, úgyhogy ez a Griffek kincse. Nem tudom, hogy még beszerezhető-e, én ezt 2 évvel ezelőtt szereztem, mert nagyon-nagyon megrültem, és nem fogjátok elhinni, Tesco áruházban sikerült megkaparintanom. Egyből meg is vettem, mert mondtam, hogy ehhez hasonlóval még nem találkoztam. Aki szeret színezni, annak sok szeretettel ajánlom ezt a színezőkönyvet is. A végére hagytam azt a könyvet, amit én úgy mondanám, hogy a teljes elkötelezetteknek, illetve megszállottaknak és nyitott gondolkodásúaknak ajánlanék. Ez pedig Gejse Kiskán Pataki Lászlótól. Pataki László békéscsabai rováskutató volt, aki először fejtette meg a Nagyszent Miklósi kincsnek a rovás feliratát, és ebből ő ezt a Nagyszent Miklósi kincset a bizonyítékok alapján Attila kincsének tulajdonította. Ennek a megfejtésnek a leírását, a pontos folyamatát megtaláljátok a könyvben, rendkívül izgalmas, még aki nem ért a rováshoz, azok számára is értelmezhető, nagyon logikus leírás van benne. A könyv utolsó fejezetében szó esik Anonymous Gesta Hungarorumáról is, ahol is a szerző az iniciáléban elrejtve megtalálta Anonymous valódi nevét, rovásírással
leírva. Anonymus valódi neve a szerző szerint Pósa András. Nagyon-nagyon sok érdekességet találhatunk még ebben a kiskönyvben. Nem tudom, hogy akit érdekel, az honnan tudja beszerezni, ezt a Tevan kiadó adta ki annak idején, és még a mostani munkahelyem elődje, a Békés Csaba Ifjúsági Ház támogatta annak idején, kevés példányszámban jelent meg. Ha minden igaz, a Mojon találtam egy-két eladó példányt belőle nagyon filléres áron, szóval akit érdekel a rováskutatás, az ős magyarsághoz kapcsolódó rovás megfejtések, azoknak sok szeretettel ajánlom. Már a videó elején én azt mondtam, hogy 5 könyvet fogok megmutatni. A videó közben jutott eszembe, hogy ha már Pataki Lászlóról beszélünk, akkor nem hagyhatom ki az unokáját, Kertai Zalánt, és az Attila unokái című könyvét szeretném nektek bemutatni. Ez egy olyan csodálatos munka, amely ugye a szerző festményeit mutatja be. A szerző a magyar őstörténet és a testvérnépeink őstörténetének szereplőit jelenítette meg csodálatosan szép festményeken, és a könyv elején ezeknek a történelmi személyeknek a hozzánk kapcsolódó történelmi háttere is elolvasható magyarul és angolul. Kurultájon talán láthattátok a Hunok bejövetele című monumentális festményét. Az Attila jurtában volt látható, hogyha érdekel benneteket, akkor keressetek rá. Csodálatos munkái vannak, ami számunkra még élmény, hogy ugye ezeket a festményeket a szerző egyrészt ugye a régészeti leletek alapján és koponya rekonstrukciók alapján készíti, illetve a másik az, hogy ahol nem maradt fel hasonló dolog, ott pedig hagyományőrzők arcai köszönnek vissza ezekről a festményekről. Szerintem csodálatos munkái vannak, én mindenkinek szívből ajánlom, ezt is kézbe szoktuk adni, bocsánat, itt az eleje már egy kicsit viseltes, pont ezért, mert nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, amikor kézzel foghatóvá válik nekik egy-egy mondabeli hős, akiről éppen mesélünk. Sok szeretettel ajánlom mindenkinek, ez egy csodálatos kiadású könyv, ha jól tudom, még beszerezhető, és mindjárt meg is nézem, melyik kiadó adta ki. Hun Idea kiadó. Könyvet a Hun Idea kiadó adta ki 2008-2009-ben, talán még lehet belőle vásárolni. Ez volt hát az a 6 könyv, amit most ebben a második videóban sok szeretettel ajánlanék azoknak, akik a magyar őstörténet, a magyar mitológia és a régészet iránt érdeklődnek. Bízom benne, hogy minden korosztálynak tudtam valami újdonságot ajánlani. Ha bármelyiket olvasátok, vagy volt a kezetekben, vagy megvan nektek, akkor írjátok meg nekem, mert nagyon érdekelne, hogy hol találkoztatok esetleg ezekkel a kiadványokkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, én Erázs voltam, további szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!